Igaz-e az, hogy a ganoderma csak a nullásoknak jó, és a többi vércsoportnak, vagy semmit nem használ, vagy kimondottan árt? Többen is elküldtétek nekem ezt a videót. Ilyen például a ganoderma gomba, ami a nullásoknak a csodatere, nagyon jó hatással van az immunrendszerre, nagyon jó erősítő hatással van az immunrendszerre, de csak a nullásoknak. És orba szájba ajánlják mindenkinek, orvosok is, természetgyógyászok is, és nem gyógyulnak tőle, sőt, van olyan természetgyógyász is, aki emiatt betegedett meg. Szeretném leszögezni, hogy én nem kételkedem az úriembernek a jó szándékában, a tudásában és a tapasztalataiban. Eleve hülyeség bárkinek a tapasztalatába kételkedni, hiszen azt ő érezte, az az ő tapasztalata. Viszont az, amit ő mutat, az nem a DXN ganodermája. És nem győzöm hangsúlyozni, hogy azért, mert ganodermának hívják azt is, meg a miénket is, baromira nem ugyanaz a minősége. Erről van fenn videóm, ha nem világos, kérdez, elmondom. És én nem a saját tapasztalataimat állítom szembe ezzel, hanem én tovább mentem. Ismerek egy ganoterapeutát Malajziában, úgy hívják Jane Yau, tőle tanultunk itt Magyarországon valamennyien, és Jane-nek szerintem olyan 20 év körüli tapasztalata van a DXN-nek a termékeivel, és szoros kapcsolatban áll Dr. Limmel, a cégnek az elnökével, akinek 30 éves tapasztalata van, mi úgy szoktuk mondani, hogy a modern ganoterápiának az atya Dr. Lim. És nem csak én ismerem Jane Yau-t, hanem ami szerintem sokkal nagyobb dolog, ő is ismer engem. És WhatsAppon ráírtam, hogy Jane, mi újság ezzel a vércsoport dologgal. És ő azt írta nekem vissza, hogy Zoltán, ennyi idő alatt, amióta mi ezzel foglalkozunk, ez még senkinek nem tűnt fel. És a világon jelenleg 14 millió ember fogyasztja a DXN-nek a ganodermás termékeit. És onnan se jött semmiféle visszajelzés ezzel kapcsolatban. Legyél nyugodt! Nincsen ilyen, hogy bárkinek káros lenne, pláne káros lenne valakinek a ganoderma fogyasztása.